Köszöntöm nézőinket, ez a Gyula TV híradója. Lássuk röviden mai híreinket. Virágbúcsút ünnepeltek. A jeles alkalomból serfőző Levente mutatott be szentmisét. Végéhez közeledik a betonozás. Megfelelő ütemben haladnak a munkálatok a Tiborc utcában. Szüreti forgatag Gyulán. Együtt ünnepelt a Békés megyei német közösség. Beteg kisfiúnak segítettek. 780 ezer forint gyűlt össze a jótékonysági családi napon. Mélyen bennél mindazokban a Mária tisztelet, akik a Körösök vidékén nőnek fel, hangzott el a vasárnapi virágbúcsún. A kegyoltár felszentelésének ünnepére a hívek körmenetben egy-egy szál virágot helyeztek el a Szűz Mária oltárnál. Ez a nap híre. Vasárnap tartották a Nádi Boldogasszony templomban a Magyarok Nagyasszonya búcsút, más néven virágbúcsút. Serfőző Levente oktatási püspöki helynök emlékeztetett. Szent István halála előtt Mária oltalmába ajánlotta országának és népének sorsát. Szent Gellért vértanúnak, az ősi Csanád Egyházmegye alapítójának és első püspökének buzdítására a legtöbb templomot Mária tiszteletére ajánlották, köztük Gyula első templomát is, amely a Körösvidék első zarándok helye lett. A te nevedet suttogták minden bajban, te hozzád fohászkodtak minden szükségükben, mert tőled várták az oltalmat. A török hódoltság idején a templomot teljesen lerombolták. 1715-ben az elpusztult városba érkező hívők a nádasban elrejtve építettek új templomot a Boldogasszony tiszteletére. Serfőző Levente kiemelte, a Mária tisztelet mélyen benne él mindazokban, akik a Körösök vidékén nőnek fel. Az a kiválasztott ember Mária, aki világra hozta a názareti Jézust, aki által Isten egészen közel jött hozzánk a történelem egy adott pillanatában. Teotokosz, Isten szülő, aki közel hozza nekünk az Istent, aki által Isten közel jön, nem csak mint néphez, Isten népéhez, hanem személyesen az én életemhez is. Az a Mária tisztelet, amely jelen van a gyulai katolikus közösségben, a történelemben, ennek legkiemelkedőbb pillanata az volt, amikor az elmúlt század közepén ide zarándokolt Mindszenty bíboros is. 1947. májusában a Mária napok keretében több mint 25 ezeren imádkoztak a templom körül. Mi történik ott, ahol kegyhelyről beszélünk? A kegyelem forrása. A kegyelem, amely nem valamilyen nagyvonalú ajándék az Istennek, amit úgy odaad nekünk, a kegyelemnek a jelentősége abban áll, a kegyelem azt jelenti, hogy Isten ingyenes szeretetből adott ajándéka az embernek, bármilyen kegyelemről beszélünk, amiért imádkozunk, amit kérünk tőle, és ő megadja, szeretetből és ingyenesen, és nem azért, mert valamit megtettem érte. Nem a teljesítményünket díjazza, hanem szeretetből és ingyenesen ajándékoz bennünket. 13. Leó pápa mintegy 9 évszázados hagyomány szentesített, amikor 1896-ban külön ünnepet engedélyezett október 2. vasárnapjára. Ilyenkor a papság és a hívek Mária közbenjárását kérik Magyarországért és a magyar nemzetért. Így a vasárnapi eseményen a Nádi Boldogasszony templomba érkező hívek a prédikáció után körmenetben járultak a Mária oltárhoz, és virágokat helyeztek el ott. Megfelelő ütemben haladnak a munkálatok a Tiborc utcában. A körforgalom betonozása a végéhez közeledik. A Tiborc utcán folytatódik a szegélyezés, a járdák és a parkoló kiépítése, írt a közösségi oldalán Görgényi Ernő polgármester. Eközben megkezdődött az aszfaltozás is, illetve elkezdték földdel feltölteni az úttest melletti területeket. Egy-két héten belül pedig elkezdődnek a fásítási munkálatok. Mint ismert, a Tiborc utcát 1 milliárd forintból rehabilitálják. A munkálatok várhatóan még idén befejeződnek. Idén Gyulán rendezték a megyei német közösségek ünnepét.
Az eseményen a régi sváb szüreti hagyományokat elevenítették fel. A német Kéri Kirkrein együttes zenéjére a két egyházi általános iskolások mutattak hagyományos sváb táncokat szombat délután. A gyulai szüreti forgatagot ezúttal összekötötték a Békés megyei németek kulturális napjával. Ezt a programot immár 30. alkalommal rendezték meg. Egykor minden német városi házhoz tartozott szőlő, így a szüret a legnagyobb ünnepek közé tartozott. A mustkészítés folyamatát itt is bemutatták. A reggel frissen szedett szőlőt előbb a darálóba tették, majd a présbe, hamarosan pedig már lehetett is kóstolni az italt. Délelőtt ide kipakoltunk, mint látható, felállítottuk a présgépet, kihoztuk a szőlőt, ami egy mázsa tulajdonképpen, és most délután hozzákezdtünk a szőlőnek a szemeinek az összetöréséhez. Ahhoz, hogy a kollégáim már készítik elő a darálót, és a darálóval együtt átdaráljuk. Ennek az a feladata, hogy a szőlőszemeknek a héját megszakítsa egy kicsit, és akkor könnyebben kifolyik belőle a lé. A programon a megye nagyobb német közösségei bemutatták a rájuk leginkább jellemző szokásokat, hagyományokat. Az almás kamarásiak például almás ételekkel érkeztek. Almáskamaráson 1994 óta országosan elsőként működik német nemzetiségi önkormányzat, és úgy gondoltuk, hogy egyrészt a település nevéből adódó finomságokkal, kulináris élvezetekkel kínáljuk meg a vendégeket, másrészt pedig, ami számunkra a legfontosabb, az a német nemzetiségi általános iskolánk, amelyet Károlyi Bernátról neveztek el, és az ő szobrát hoztuk el. Elismeréssel szólt nem csak a rendezvényről, hanem a Békés megyében élő németek törekvéseiről is Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke. Tehát számtalan olyan veszteség érte a megyében élő nemzetiségeket, és így egész Békés megye társadalmát, amin nagyon nehezen lehetett túllépni, és nagyon nehezen lehetett ezeket a sebeket begyógyítani. De én mégis úgy látom, hogy a nemzetiségeink azok nagyon sokat igyekeznek tenni részben az adott nyelvnek a megmaradásáért és a használatáért, másrészt azoknak a kulturális hagyományoknak a tovább élésért és tovább adásáért, amely őket jellemzi. Az elmúlt évszázad sok nehézséget hozott az itt élő németek számára, ennek ellenére a mai napig megpróbálják megélni hagyományaikat. 300 évvel ezelőtt betelepültünk ide, és azóta nem volt úgymond vérfrissítés, és nagyon-nagyon sok nehézség is érte a magyarországi németeket, és a békésmegyei németekét, itt a kiüzetésre gondolok, és a Málenki robotra. Ezen kívül az erős asszimiláció, ahol például a gyulai svábok is elveszítették a nyelvüket, a nyelvhasználatukat egy kb. 100 évvel ezelőtt, és ennek ellenére viszont a hagyományainkat próbáljuk megőrizni, és megtalálni azt, hogy igazából mi az, ami a mi identitásunk, mi az, ami minket összeköt, hol vannak a gyökereink, hiszen aki német nemzetségi származású, azt a mindennapi mentalitásában érzi, hogy ő valahogy nem tudja, hogy miért cselekszik másképp, mint akár mondjuk egy másik, mondjuk a szomszédja. És igazából azért fontos az, hogy tudjuk, hogy mi svábok vagyunk, mert megértjük sokkal jobban magunkat ezáltal. A szervezők azt ígérik, a hasonló programok a jövőben is folytatódnak. Több szempontból is sikeres volt a jótékonysági családi nap a gyulai várkertben. A szombati eseményen nem csak a kikapcsolódás volt garantált, hanem a legfontosabb célt is teljesítették, hiszen 780 ezer forintot gyűjtöttek Pap Olivér felépüléséért. Számos programot kínált szombat délelőtt az első alkalommal megrendezett jótékonysági családi nap. A várkertben a gyulai művészeti iskola néptáncosainak produkciója is színesítette az eseményt. Ők ezeken a felvételeken moldvai táncokat járnak. A főzőversenyen induló csapatok megkötés nélkül választhattak, milyen ételt szeretnének elkészíteni. Itt birka és lábszár pörköltet főztek. Becsület kassa van, és annak fejébe, hogyha egy illető vagy valami család szeretne enni belőle, akkor mi tudjuk biztosítani neki úgy, hogyha a becsület kasszába dob egy összeget, egy méltányos összeget, és utána mi kiszolgáljuk. A programon a két éves Pap Olivér javára gyűjtöttek. Ő vérlemezke problémával született,
a vérképe pedig folyamatosan romlott. A vizsgálatok azt igazolták, hogy akut leukémiája van. Egy fél éves kemoterápiás kezelésen már túl van. Most már többet vagyunk otthon és kevesebbet a kórházban, mert most fenntartó kezelésünk zajlik még jövő júliusig, addig kapja a kemoterápiát. Jelenleg ugye nem vihetem úgy közösségbe, ugye nem vihetem játszótérre, ugye itt is most itt van, maszkba van, és igazából otthonra ugye ilyenekre lenne szükségünk, amit ugye ez a rendezvény is elősegít, hogy egy ilyen kis saját játszóteret, ugye, hogy meg tudjuk neki adni azt, ami más gyerekek is. Nem ez volt az első eset, hogy a gyulai önkormányzat is beáll egy jó célért zajló civilek által szervezett program mögé. Nem volt bennünk kérdés, hogy Gyula városa támogatja ezt a rendezvényt, elsősorban a helyszín biztosításával, hiszen a várkert kiválóan alkalmas arra, hogy egy családi napot lehessen itt megrendezni, és természetesen az erkölcsi támogatáson túl minden egyéb olyan más dologban tudunk segíteni, nem csak az elnök úrnak, hanem a kisfiúnak, Pap Olivérnek a gyógykezelésében, ami előre tudja vinni az ő gyógyulását. Az esemény szervező Hajrá Gyula Egyesület alapítója, Pap István elmondta, megható volt látni, hogy mennyi ember mozdult meg egy ilyen nehéz időszakban is. Ez a jótékonysági rendezvényt, ezt most a Pap Olivérnek szervezzük, ő egy leukémiás kisfiú, aki most a kezelések után vannak. A családnak szeretnénk egy kicsit segíteni, anyagi szempontból is, lelkileg is támogatást adni nekik ebben a nehéz helyzetben. És ezt a rendezvényt igazából miattuk indítottuk el, és ahogy látják, jó sokan is vagyunk, ebből szeretnénk hagyományt csinálni, minden évben ugyanebben az időpontban megrendezni, ugyanezt a családi rendezvényt, csak akkor másnap fogunk gyűjteni egy rászorulónak. A szombati nap során végül nem kevesebb, mint 780 ezer forint gyűlt össze. Ezt az összeget Pap Olivér felépülésére fordítják. Sárga rigók vonulása címmel rendeztek nemzetközi járőrversenyt Gyulán és Békés Csabán. Rövid hírek következnek. Jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! Pinteken Gyulán kezdődött a Sárga Rigók vonulása elnevezésű háromnapos nemzetközi járőrverseny. Az eseményt először 2019-ben hívták életre Békés megyében, akkor még csak a Dunától keletre eső megyék katonái vettek részt az eseményen. A vezérelve az volt, hogy szerettek volna olyan platformot létesíteni, ahol a területvédelmi ezredek zászlóaljainak az állománya a szabályoknak megfelelő légkörben össze tudja mérni a kiképzésen szerzett tudást. Görgényi Jenő polgármester köszöntő beszédében kiemelte, a középkori gyulai vár tövében a hely szelleme minden bizonnyal segíteni fogja a megjelentek törekvéseit, céljaik megvalósítását. Idén sokkal többen versenyeznek, mint tavaly. Országosan az összes zászlóalj küldött csapatokat erre a rendezvényre. A nemzetköziség is egyre inkább teret nyer, hiszen nem csak lengyel, hanem két német csapat is érkezett a megmérettetésre. Pénteken kulturális programon vettek részt a megjelentek, ekkor a gyulai várat és az almási kastélyt tekintették meg. Csütörtök délután Dézsi János igazgató társaságában Bauer Barbara adta át a jutalmat a nagy olvasási kihívás 9 gyermek és 30 felnőtt teljesítőjének. Vagyis a program idén is népszerű volt, sokan vállalkoztak arra, hogy elolvassák a különböző szempontrendszer alapján összeállított lista könyveit. Dézsi János pedig arra tett ígéretet, hogy a kihívás jövőre is folytatódik, már el is kezdték összeállítani a főbb szempontokat. A program második felében Bauer Barbara írónő legutóbbi kötetének bemutatóján a Szív szabadság harcosai című regényről esett szó. Ez a mű eredetileg egy könnyedebb szerelmes történetnek indult, de végül sokkal több alakult ki annál. Bauer Barbara elmondta, ahogy egyre inkább megismerkedett a korral, úgy vált számára ez az időszak egyre érdekesebbé, így az alkotás során mind jobban beleásta magát a forradalom és a szabadságharc időszakába. A fősodor fontos eseményei mellett igyekezett utána nézni annak, hogy vidéken hogyan élték meg az akkori eseményeket az emberek. Bauer Barbara elárulta, már elkészült új regénye, mely novemberben jelenik meg. A bíbor betűk a középkorba, a könyvnyomtatást feltaláló Gutenberg világába kalauzol.
Szerzék ott a barátom! Sikeres bőrgyógyász és szereti a művészetet. 3 nappal ezelőtt vásárolta meg a képet, de már hónapok óta szerezett vele. A Kézdivásárhelyi Udvartér Teátrum előadását mutatták be csütörtök este a Gyulai Várszínház kamaratermében. Bokar Ildikó, a Boróka Magyar Székely Kulturális Közhasznú Egyesület elnöke elmondta, régóta szerették volna ezt a darabot elhozni Gyulára. Hogy hívják a festőt? Az Udvartér Teátrum közel 5 éve játssza a magyar és iráni zsidó szülőktől származó francia Jasmina Reza művészet című darabját. Szerint. Ugye nem adtál 20 000 eurót ezért a képét? De ez az ára, ez egy antrió. Nem hiszem el, hogy ennyit adtál ezért. A darab 3 barát történetét mutatja be. Az egyik szereplő egy horribilis összeget, 20 000 eurót ad ki egy olyan kortárs alkotásért, amely a barátja szerint értéktelen. Hogy látod a vonat? A fehér az ad. Hogy látod a fehér vonat? A harmadik szereplő mintegy békítőként van jelen, míg el nem szabadulnak az indulatok. Az esztétikai nézetkülönbségek miatt kirobbanó konfliktus elkerülhetetlenül felszínre hozza a régi nézeteltéréseket, és eltitkolt dolgokra derül fény. A békítő szerepét alakító Kis László elmondta, karaktere számára a legfontosabb a barátság, minden pozitív élmény forrása ez a 3-as együttlét. Ezért tesz meg mindent, hogy megmentse a helyzetet, közben a nézőt is elgondolkodtatja a baráti viszonyokról. Az érdekel, hogy te, Iván, megmutatnál egy fehér csíkokkal készített fehér festményt. A Gyulai Várszínház következő előadása október 25-én, Munkatársas, avagy konfliktus megoldások humorral a munka világában címmel lesz látható. Új óvodaépületet adtak át Békésen. Lapszemle következik. Felavatták az új óvodaépületet. Hivatalosan is átadták rendeltetésének Békés legújabb óvodaépületét, a Csillagfürt református óvodát, közölte a Békési Újság. Az óvoda 500 000 forintból, a magyar állam támogatásával és a Magyar Református Egyház országos óvodaépítési programjában készült el. Elismerés a jó szolgálati vezetőnek. Gróf Zicsi Antónia díjat kapott az Egyházmegyei Szeretett Szolgálat vezetője, közölte a szegedcsanád.hu. Az elismerés Tric Judit, a Bálint Sándor Szeretett Szolgálat intézmény vezetője a Magyar Batthyány Alapítvány budapesti eseményén vehette át. Generációk találkoztak. Jubileumi koncertet adott a Művészeti Iskola, írta az Orosz Café. Mivel 2 évvel ezelőtt nem tudták megünnepelni a 65. évfordulót, ezért október 8-án pótolták be a teljes eseményt. Vonuló madarak a Csanádi pusztán. Rejtőzködő sárszalonkák állomásoznak a Nagyzsombékban, írta a Körösmaros Nemzeti Park weboldala. Az őszi esők hatására megállt a víz a Nagyzsombékon, így most kitűnő táplálkozó és pihenőhelyül szolgál a vonuló madárfajok számára. Kellemes idő ígérkezik ezen a héten is. Sok csapadék nem valószínű. Kedden változóan felhős, napos időre van kilátás, csak kisebb eső fordulhat elő. Éjszaka 11, kora délután 20 fokos hőmérsékleti csúcsra számíthatunk. Szerdán is kisüt a nap, de a reggel már ködös, párás lehet. A hőmérséklet 9 és 20 fok között változik. Lássuk még egyszer mai híreinket. Virágbúcsút ünnepeltek. A jeles alkalomból Serfőző Levente mutatott be szentmisét. Végéhez közeledik a betonozás. Megfelelő ütemben haladnak a munkálatok a Tiborcz utcában. Szüreti forgatag Gyulán. Együtt ünnepelt a Békés megyei német közösség. Beteg kisfiúnak segítettek. 780 000 forint gyűlt össze a jótékonysági családi napon. Ez volt a Gyula TV híradója. Most a vasárnapi virágbúcsúról közvetítünk. Kövessék híreinket a közösségi felületeinken és a gyulatelevízió.hu oldalon is. További jó tévézést kívánunk. Köszönjük figyelmüket!